Sziasztok, kedveskéim! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy külön kiadást hoztam nektek, ugyanis a videó készítésekor volt egy kis probléma a csuklómmal, ezért ma nem egy horgolási útmutatót hoztam nektek, hanem egy top 3-as kihívást. Elmondom nektek, hogy melyik a kedvenc tűm, a kedvenc vonalam és a kedvenc mintám. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg nekem hozzászólásban a ti top 3-atokat, tehát hogy nektek melyik a kedvenc horgolótűtök, vonalatok és mintátok. Kíváncsi vagyok, és remélem, hogy ti is kíváncsiak vagytok arra, hogy nekem melyik a 3 kedvencem, hiszen ezért is készítettem ezt a videót. Rendben, akkor kezdjünk is hozzá az én top 3-omhoz. Lehet, hogy már láttatok is valamit az előbb. Az abszolút kedvenc horgolótűm a 6-os horgolótűm. Ez nagyon praktikus, jó mérete van, nagyon jól lehet vele haladni, és főleg a fém horgolótűket szeretem ebben a méretben, tehát ez az én kedvenc horgolótűm. Jöhet is a második kategória, azaz a kedvenc fonal. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, nagyon sok kedvenc fonalam van, ugyebár attól is függ, hogy éppen milyen évszakhoz használjuk, milyen színátmenetek vannak benne, és esetlegesen milyen különleges effektek. Ráadásul hihetetlenül nagy a fonal kínálat, ezt ti is tudjátok, ezért arra gondoltam, hogy azt a fonalat választom, amivel először elkezdtem horgolni. Már jó pár éve tudok horgolni, és magát a horgolást másik fonallal tanultam meg, mert már gyerekként megtanultam horgolni, de ez a Maybosch-i fonal volt az, ami igazán meghozta a szenvedélyt a horgolás iránt. És még mindig imádom ezt a fonalat. Ez az egyik kedvenc fonalam, és ezzel kezdetben nagyon sokat horgoltam, és amikor próbálom megtanítani a barátaimnak a horgolást, akkor is ezt a fonalat szoktam ajánlani. 6-os, 7-es horgolótűt ajánlok hozzá, és ezek a tűméretek szerepelnek a címkén is, igen. Ezzel jól lehet haladni, nagyon jó ez a fonal, és szép dolgokat lehet vele horgolni. Tehát ez a Maybosch-i fonal a kedvenc fonalam, ha tényleg muszáj lenne valamelyiket kiválasztanom, de egyébként nehéz választani. Ez a gombolyag 50 g-os és 55 méteres, 70%-ban poliakrilból és 30%-ban gyapjúból áll. Tehát ez volt a kedvenc fonalam, és most jön a harmadik kategória. Az első kategória a tű volt, a második a fonal, a harmadik pedig a minta. Ezen is nagyon sokat gondolkodtam, pedig azt hittem, hogy 3 kategóriát csak nem lesz nehéz kiválasztani, de nehéz volt ebből is egyet kiválasztani. Először a C2C, azaz saroktól sarokig horgolásra gondoltam, azt is nagyon szeretem, és vannak nagyon jó lyukacsos minták is, de végül ezt a csillag vagy jázmin mintát választottam. Ezt azért szeretem annyira, mert ez nem egy tipikus horgolt minta. Tehát nem egy hagyományos sorokban horgolt minta, ez tényleg úgy néz ki, mint az egymásba karoló csillagok. Itt ugyebár minden csillagág vagy jázmin szirom egy másik csillagnak vagy virágnak is a része. Nagyon szépen csatlakoznak egymásba, és ennek a mintának a széle is nagyon tetszik nekem. Ráadásul nagyon jó vastag is, tehát ez inkább egy téli minta. Van a csatornán is videó erről a mintáról. Sálat vagy fejpántot lehet belőle horgolni. Szívesen hordok ilyen mintát télen, akár valamilyen fémszállal, vagy fémvisszaverő szállal. Tehát, ha tényleg csak egy mintát választhatnék, és muszáj lenne választanom, akkor ezt a csillag vagy jázmin mintát választanám. Tehát összefoglalom még egyszer. A kedvenc horgolótűm a 6-os. Egyébként ezzel a tűvel horgoltam ezt a jázmin mintát is, és ez is Maybosch-i fonal. Itt van a kedvenc fonalam, ez a Maybosch-i fonal, és ez a csillag, a jázmin minta, a kedvenc mintám. Ha van kedvetek, írjátok meg nekem hozzászólásban a ti top 3-atokat, nagyon örülnék neki, kíváncsi vagyok rá. Írjátok meg mind a 3 kategóriát, minden jót kívánok nektek, hamarosan ismét találkozunk.